Csak a bejáratot hagyták szabadon, az épület többi részét már körbeállványozták a szakemberek, az udvaron pedig halmokban áll a szigetelő anyag a decsi emelt szintű üdések otthonánál. Itt pedig látszik az is, hogy a munkát már el is kezdték. Az épületnek ezen az oldalán már több centi vastag szigetelő anyag fedi a lábazatot. Belülről sem a megszokott látvány fogadja az otthonban lakó szépkorúakat. Az ajtókat és az ablakokat is újakra cserélik. Sokkal jobban szigetelnek majd így, ezzel pedig energiamegtakarítást lehet elérni, olcsóbb lesz fűteni és hűteni a tereket. Óriási tábla hirdeti a helyi óvoda udvarán, hogy itt is változás várható. A két épület most ugyanannak a pályázatnak köszönhetően újul meg, már biztosan. Energetikai korszerűsítés, amely az óvoda és a az emelt szintű idősek otthonának az energetikai korszerűsítéséről szól. Ez egy 195,5 millió forintos beruházás, ez már folyamatban van, és ez várhatóan évvégéig ez be is fejeződik. A beruházások részeként a fűtésrendszerek gépesítése is korszerűbb lesz. A Sárközi település két intézménye a területi és településfejlesztési operatív programnak köszönhetően tud megújulni. Ezek a pályázatok összesen 27,5 milliárd forintnyi fejlesztést hoznak Tolna megyébe.